Családügyi kabinet alakult, a kabinet ajánlásokat fogalmaz meg a kormány számára családügyi népesedési kérdésekben. Az utóbbi években több lépcsős családtámogatási intézkedéseket vezettek be itthon, ilyen volt például a gyerekek után járó családi adókedvezmény, a CSOK és a diplomás GYED bevezetése is. Növelték a bölcsődei férőhelyek számát. Kérdés, hogy ezekkel és hasonló intézkedésekkel lehet-e javítani a demográfiai adatokon? Dr. Fábián Gergely szociológus a vendégem, jó estét kívánok! Nos, hát ez egy alapvető kérdés, de emellett még nagyon sok minden felmerülhet, és hogy ez a kabinet nem régen megalakult, ez még csak tovább erősítheti azt, hogy a kormány elkötelezett a családpolitika mellett és a családok mellett. De akkor egy picit kezdjük az elejéről, és beszéljünk a demográfiai adatokról, hogy alátámasztott-e az, hogy Magyarországon kiemelt figyelmet kell fordítani a kormánynak és a családpolitikai intézkedéseknek a népességre, a népesedésre? Alapjában véve, mint kutató, azt nem merem megfogalmazni, hogy itt direkt összefüggés van, de azért két nagyon pozitív elmozdulás mérhető az elmúlt durván 3-4 éves időszakban. Az egyik a házasságkötések számának az emelkedése, mert az egy 4-5 évvel ezelőtt még olyan 31 néhány ezer volt egy adott évben, 2016-ban már 50 ezer fölé emelkedett. A másik pedig szintén egy nagyon pozitív elmozdulás az, hogy nőtt a születéseknek a száma. Gyakorlatilag most már 35 ezer fő körül lehet számolni évente, ugye ez alacsonyabb, 95 ezer fő körül lehet számolni évente, és hát ez bizony mondjuk ugye a 2010-es, 11-12-es év olyan 88 ezer körül volt, 2016-ban már 95 ezer pár száz gyerek született, tehát egy bő 5 ezer fős létszám növekedés volt mérhető. Tehát ilyen szempontból ezek már tulajdonképpen mérhető adatok és információk. Az, hogy mennyire van direkt összefüggés, azt azért nem merem még most igazából megmondani, mert hogy erre célzott kutatások lennének szükségesek. Másrészt, ahogy a felvezető szövegben is elhangzott, annyira sokrétű ma már a gyerekvállalást, házasságkötést ösztönző családpolitikai támogatási rendszer, hogy igazából azt még nem tudjuk, hogy ez együttesen hat ilyen pozitív módon mondjuk a házasságkötésekre és a születésszámra, vagy egyes elemei sokkal erőteljesebben. Hát, hogy mondjam, ösztönöznek. Elemzők már erről is beszéltek, és akkor pont kiemelték a családi otthonteremtési kedvezményt, hogy nagyon sok fiatal házas korábban nehezen vagy nehezebben jutott lakáshoz, ami ugye az alapfeltétele a lakhatás annak, hogy családot alapítsanak. Most ez az intézkedés mindezt ösztönzi talán. Ez így van, sőt azt lehet most tapasztalni, ez éppen talán tegnapi híradás volt, hogy a bankoknak a kimutatása szerint az elmúlt fél évben kb. 40%-kal nőtt azoknak a fiataloknak a támogatása, akik csokot szeretnének igénybe venni, és olyan jellemzően 5 és 10 millió forint közötti összegekről beszélünk, amivel már azért el lehet indulni. És ez egy nagyobb segítséget jelent. Ez így van, mert nem, igazából nem a házasságkötés az, amelyik, hogy mondjam, problémát okoz a fiataloknak, hiszen akik eldöntik, akkor azt végre is fogják hajtani, hanem az, hogy valamilyen önálló egzisztenciát tudjanak teremteni, és úgy tudjanak elindulni, és ebben a lakhatása talán a legalapvetőbb kérdés. Hogyha már a kutatásokat is szóba hozta, akkor ennek a bizonyos kabinetnek, amit én itt fölvezettem, és ugye nemrég alakult meg, az egyik célkitűzése is lesz az, hogy olyan célirányos kutatásokat végezzenek, amelyek eredményeiből következtetni tudnak arra, hogy milyen családügyi, szociális, szociálpolitikai intézkedésekre van még szükség. Milyen kutatások lehetnek ezek? Mit gondol ön kutatóként? Gyakorlatilag azt azért muszáj a bevezetőben még elmondani, hogy azért létezik a KSH-nak egy népességtudományi intézete, akik ilyen kérdésekkel foglalkoznak, de alapvetően nagyon sok kérdéssel nem, mert van egy tiszta profilja ennek az intézetnek, amivel akár nemzetközi összehasonlító kutatásokban benne vannak, vagy hazai kutatásokat, illetve hát döntő részt vagy az MTA valamelyik kutatóintézethez, vagy egyetemekhez kapcsolódóan vannak mondjuk családszociológiai típusú felmérések, vagy ifjúságszociológiai kutatások, de ezek kicsit olyan szigetszerűen működnek. Na most egy ilyen kutatóintézetnél, most amellett, hogy bizonyos alapadatokat, alapinformációkat begyűjtenek, és ezt a döntéshozók elé tárják, ez nyilvánvaló egy alap feladat lehet a jövőben. A másik, hogy hatásméréseket kellene, ahogy említettem is, még nem
vagyunk azért igazából nagyon biztosak abban, hogy ebből a nagyon sokfajta támogatási rendszerből melyek azok, amelyek a legerőteljesebben hatnak, vagy a legpozitívabban, vagy olyan módon érik el a lakosságot, hogy felfigyelnek rá, és mondjuk már befolyásolja esetleg a jövővel kapcsolatos terveket és döntéseket, tehát ilyen típusú felméréseket is érdemes lenne csinálniuk. És a harmadik elem, vagy a harmadik láb lehet az, hogyha például ez a kabinet kidolgoz valamilyen újfajta támogatási szisztémát, újfajta rendszert, új intézkedést, akkor kellenének hatástanulmányok, előzetes hatástanulmányok is, hogy vajon azt milyen módon fogja fogadni a lakosság. És azt nagyjából látni kell, hogy egy kormányzat keretrendszert vagy feltételrendszert tud teremteni ahhoz, hogy ösztönözze a gyerekvállalást. És ugye ez sok apró, mint egy puzzle, ezt úgy kell elkezdeni, sok apró elemből áll össze, és az, hogy ennek milyen lesz a fogadtatása, azt is érdemes lenne esetleg, mert, hogy mondjam, most leülünk egy fél óra alatt, mi is ki tudunk találni mindenféle ötleteket, javaslatokat, intézkedéseket, de ezt muszáj megmérni, hogy erre vevők-e az emberek, ilyen leegyszerűsítve megfogalmazva. Egyébként milyen nemzetközi tapasztalatok vannak arra vonatkozóan, hogy az ilyenfajta családpolitikai, szociálpolitikai intézkedésekkel lehet javítani, vagy lassan, de lehet javítani a demográfiai folyamatokon, mutatókon? Az az igazság, hogy nagyon olyan példák, akárcsak az Európai Unióból, vagy más országokból, amit egy az egybe át lehet emelni, olyat nem nagyon tudunk mondani. A Franciaországban például mondjuk az éppen itt is említett bölcsőde óvodai férőhelyeknek a jelentős növelése, vagy az ilyen típusú szolgáltatásoknak a kiterjesztése volt az, amelyiknek volt egy pozitív hatása még egy pár évvel ezelőtt. Tehát igazából olyan minták, amikre azt mondjuk, hogy na ezt egy az egybe át lehet emelni, olyanok nincsenek. Gyakorlatilag minden ország egy kicsit rá van kényszerülve arra, hogy saját maga találjon ki valamit. Azt viszont el kell mondani mindenféleképpen, ha már az uniónál tartunk, hogy Magyarország például család és gyermekpolitikára sokkal többet költ, ha a jóléti kiadásoknak az arányát vesszük, mint nagyon sok más ország, vagy akár csak az Európai Uniónak az átlaga. Amire sok külföldi szakértő azt mondta, hát ha kevés a gyerek, meg kevés az, akkor miért lenne ott nagyobb büdzsé? Én meg azt szoktam fogalmazni, hogy azt szeretnénk, akkor legyen ott nagyobb büdzsé. Igazából a demográfiai kihívások, ezek a demográfiai problémák nem csak társadalmi szinten, de gazdasági szinten is megjelenhetnek, és épp ezért foglalkoznak ennyire sokat ezzel a kérdéssel. Már van hatása, gazdasági hatása a csökkenő lélekszámnak? Hát tulajdonképpen, ha arról beszélünk, hogy ma már azért Magyarországon is nagyon sok helyen, nagyon sok régióban munkaerőhiány van, akkor ez mondjuk annak is köszönhető, hogy egyre kevesebb létszámban lépnek be a fiatalok a munkaerőpiacra, mert úgy kevesebben vannak. Hogy érzékelhető legyen, hadd mondjak egy adatot, valamikor a 70-es, ez már nagyon régen volt, a 70-es években, de a 70-es évek végén is, évente körülbelül 150 ezer gyerek született, most meg 95 ezer, és ez a csökkenés, ez valami oknál fogva a közvélemény valahogy a rendszerváltáshoz köti, hogy azóta kezdett el csökkenni, mondjuk a házasságkötések száma, vagy a gyerekszületés. Ez nem így van, ez 1980-81 óta már jól mérhető ez a fajta csökkenés, és hát ez azt jelenti, hogy nagyjából megfeleződött durván az éves születés szám, ez az egyik oldala, tehát egyszerűen kevesebb olyan fiatal van, aki be tud lépni a munkaerőpiacra, a munkaerő igény meg számos területen ennél jóval magasabb. Tehát ez az egyik oka a dolognak. A másik, hogy azért a mai fiatalok, ha visszaugrunk egy pár évtizeddel korábbi időszakra, ha már mondjuk a 70-es éveket emlegettük, akkor sokkal hosszabb ideig vannak például az oktatási rendszerben. Egyszerűen így változott meg a világ körülöttünk. Nagyon sok szakmát lehet mondani, ahol mondjuk, ha valaki középiskola után mondjuk bemegy a felsőoktatásba és 6 évig tanul, akkor még mindig nincs kész arra, hogy a munkaerőpiacon legyen. Tehát kitolódik a pályaválasztásnak a kezdő időpontja, és nyilvánvalóan, amíg ez nem következik be, addig ők nem is tudnak belépni Isten igazából a munkaerőpiacra, mert azt a fajta szakképesítést azt gyakorlatilag csak akkor fogadják el, amikor mindennek készen van. Tehát most nagyon egyszerű, legyek egy szakorvos, az 9-10 év alatt képeződik ki, de hát ma már mondjuk a tanárképzés is, vagy akár a jogászképzés is jóval hosszabb. És ugye ezt az időt meg a munkaerőpiacnak ki kellene várnia, de hát neki meg most lenne szüksége különböző szakemberekre.
Vannak-e olyan országok, európai országok, gondolok elsősorban, hiszen azért az európai országokban hasonló probléma, tehát előregedő országokról van szó, érezhető már a gazdasági hatása annak, hogy kevesebb gyerek születik? Hát egyrészt igen, és ez részben a munkaerőhiány, mint jelenség. A másik tulajdonképpen az, amiről manapság nagyon sokat beszélünk, automatizáció, robottechnológia, mesterséges intelligencia alkalmazása, az nem csak azért van, mert most ebbe az irányba akar elmenni a gazdaság, vagy az ipar, vagy egyáltalán a tudomány, hanem azért, mert nincs elég munkaerő. És van egy nagyon furcsa keletről nyugatra vándorlás, tehát hogy az itteni munkaerő, ha tud, akkor Nyugat-Európába megy, de Nyugat-Európából, német kollégáktól hallom ezeket, azok meg az Egyesült Államokba mennek és költöznek. Ugye, és ráadásul azt se felejtsük el, hogy viszonylag nagy létszámban lépnek ki a munkaerőpiacról azok a korosztályok, ma már azt lehet mondani, hogy szintén igen nagy létszámú korosztályok, akik esetleg már a nyugdíjrendszerbe lépnek be. Tehát vannak olyan területek, ahol nagyon komoly munkaerőhiány van, és ez egy kicsit kényszeríti is a gazdaságot abba, hogy egyéb technológiák felé nyissanak. Egy másik nagyon fontos kérdés, már csak rövid időnk lesz rá, az, hogy az időskorúakat, illetve az időskorba lépőket ugyanúgy kell támogatnia ennek a szociális rendszernek, mint ahogyan a családokat, vagy a fiatal házasokat. Miért is? Tehát a kettőnek összefüggésben kell, hogy legyen a két intézkedési területnek is. Ez így van. Részben azért, mert például Magyarországon nagyon rosszak a halálozási adatok. Tehát miközben mondjuk tényleg pozitív elmozdulás van több területen, azért azt lehet látni, hogy egy ilyen kb. 95 ezer fős születésszámhoz csatlakozik egy 125-130 ezeres halálozási adat. Tehát azért a magyar népesség az még továbbra is fogyatkozik. És ugye ez a halálozás, ez azért problematikus, mert nagyon sokszor még aktív korban következik be, tehát mondjuk az 50-es éveikben járóknál. Tehát itt is kellene egy olyan ágát elindítani egy programnak, ami mondjuk inkább preventív, vagy ha tetszik, egészségtudom, vagy népegészségügyi programnak kellene lennie. A másik, hogy azért van egy olyan típusú jelenség, ez most már tényleg nemzetközi szinten lehet. Gondoljunk a nyugdíjas szövetkezetekre. Ami már korábban létezett, többféle formában, Nyugat-Európában is, azért, ha valaki betölti a nyugdíjkorhatárt, akkor nem lesz másnap egyre butább, és már nem is ért a szakmájához. Azt lehet látni, és erre vannak nagyon pozitív példák is, hogyha nem is visszafoglalkoztatják őket, hanem valamilyen egyéb formában foglalkoztatják őket, és azt a felhalmozott tudást, tapasztalatot egy adott területen az idősek még, ugye aktív idősödésről beszélünk, az idősek még gyakorlatilag a munkaerőpiacon is tudják kamatoztatni. Egyszerűen azért, mondok egy példát, ha csak arra van szükségünk, mert építkezünk, hogy legyen már egy olyan 40-50 évtizedes tapasztalattal rendelkező építész, aki lehet, hogy nyugdíjban van, de ránéz és azt mondja, az a fal az görbe, akkor legyen egy ilyen szakember, és ilyen típusú szervezetek világszerte működnek, legfeljebb nem szövetkezeti formában, láttam olyat, ahol egyesületi vagy alapítványi vagy egyéb formában működnek. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.